rengeteg olyan történettel, pácienssel találkoztam, akikről idézni fogok a mai napon, nyilvánvaló név nélkül, de ha itt van a webkonferencián az illető, akkor rá fog ismerni a saját történetére, mert nagyon tanulságosnak tartom azokat a visszajelzéseket, amelyek arról szólnak, hogy mi volt mindenkinek a megélése egy-egy konfliktus kapcsán, és ez az, ami eldönti, hogy ezek után hogyan és miként fogunk mi úgymond megbetegedni. Hát ugye már gyanús ez nekem, mert a betegség az valójában azt jelenti, hogy éppen gyógyulok, de a tünetek, mikor jelentkeznek, kinevezik betegségnek, és közben kiderül a germán gyógytudományból, hogy az esetek 90-95%-ában a jelentkező tünetek már a megoldásban jelentkeznek. De mi is ez a germán gyógytudomány? Hát dr. Rike Gerd Hamernek köszönhetjük ezt a fantasztikus tudományt, ami végre helyére teszi az orvosi gondolkodást, de nem csak orvosoknak szól, hanem betegeknek is, akiknek szívük és józan eszük van. Kérem szépen, ezt nagyon jó lenne megjegyezni mindannyiunknak, mert különben elveszünk a félelemkeltő információval. A józanész ahhoz szükséges, hogy megértsük pillanat, hogy megértsük mindazt, amiről beszélek. Erre kell a józanész. Viszont megvagyunk, itt van a józan eszünk. A szívünk viszont azért kell, hogy érzelmileg tudjuk feloldani mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Erről a csodálatos emberről egy külön webkonferencia szól, a Hamer doktor élete és munkássága címmel, és tudjuk jól, hogy a germán gyógytudomány felfedezését a halott fiának köszönheti, de azok a dolgok tartoznak a germán gyógytudományba, amik érzelmi szinten elindított túlélő programokat foglal magába. Vagyis nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe a hiánybetegségek és egyoldalú táplálkozásból adódó tünetek, nem tartoznak ide a mérgezések, a balesetek, a műhibák által okozott egészségkárosodások és még a sugárzások sem. A baleseteknél azért meg kell jegyezni, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a balesetek után a megélt, hát a baleset kapcsán megélt konfliktusokat az illető nem oldja fel, és ez okoz neki maradandó tünetet. Amikor valakinek 22 év után még mindig az a problémája, hogy mert 22 évvel ezelőtt beültem az autóba, és hátulról belém jöttek, és ő azóta beteg, hát akkor nyilvánvaló, hogy itt a baleset kapcsán megélt konfliktus nem lett feloldva 22 éve, és ez okozott mozgással kapcsolatos tüneteket. A mérgezésekről ne feledjük el, hogy nem csak a gombaméreg a méreg, hanem találunk mérgeket az élelmiszeripar gyártmányaiban, termékeiben, amit aztán lehet nyilván méregteleníteni megfelelő algákkal, de ott van a gyógyászatban használt méregkezelés is, és hát ugye senkinek se attól lett egy súlyos szöveti elváltozása, mert eddig még nem kapott kemoterápiát, tehát ebből következik, hogy a kemoterápia nem fogja megoldani a problémáinkat. A tüneteket átmenetileg eltünteti, esetleg, amit vagy túlélünk, vagy nem, de nem a valós okokkal foglalkozik. A valós okokkal a germán gyógytudomány foglalkozik, mert amikor valami váratlanul, meglepetésszerűen, mint derült égből a villámcsapás elkap minket, hát akkor egy nagyon érdekes történet indul el. Mert ez a lelki megrázkódtatás, és idézőjelben van a lélek, ugye? Az agy közvetítésével szervi elváltozást fog elindítani. Na ez itten az alapvető gondolkodás tengelye. A lelki megrázkódtatás magyar nyelven lelki megrázkódtatás, amúgy
mindig egy félelemről van szó, és hát a lelkünk az nincs kapcsolatban a félelemmel, a lelkünk a bizalommal van kapcsolatban, és akkor tudja átvenni az irányítást az életünkbe, amikor a félelmet felcseréli a bizalom. Tehát ezért van idézőjelben ez a lélek agyszervtengelyben a lélek szó. Amúgy mindig a félelem az, ami megbetegít minket. Tehát mondja az ember, már hallom, legalább százan mondják, hogy én nem félek semmitől. Kérem szépen, ha tüneteink vannak, akkor biza. Ott van egy eldugott félelem, de nem a félelemmel foglalkozunk, hanem az erre kialakított megoldás gondolatra, és hogyha ez nem jön be, mint szükséglet, akkor abból konfliktus lesz, és hát a konfliktus elindítja hajszál pontosan azt a szervi választ, amiből meg kéne tanulnunk valamiket. Majd a végén erre is kitérek. Tehát mindig egy érzelmi dologról van szó, és ugye ez az érzelem, ez akkor egy félelem, örömében senki sem betegszik meg, ez mindig hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezik, mint mondtam, mint derültékből a villámcsapás, és egy nagyon súlyos történetről van szó, amit magányosan élek át, és benne maradok ebben a konfliktusban. Na, itt van kérem szépen számunkra a megoldás. Itt van számunkra a megoldás, mert ha lezárnánk békével a napjainkat, akkor meg se tudnánk betegedni. Ez lenne a legfontosabb üzenet a mai napon is, épp úgy, mint a többi napokban, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Vagyis amit érzelmileg éltem meg, azt érzelmileg kéne lezárnunk. Hogyan? Hát először is megértéssel, meg mi valamit nem tudok megérteni, hogy miért, hogyan, miért tette ezt, miért viselkedik úgy, addig ezzel nem tudok foglalkozni, nem tudok rajta túltenni. És ezért zakatol az agyam, de ha megértem, mondjuk a germán gyógytudomány természettörvényei segítségével, hogy ami történt, miért történt, hogy történt, stb., akkor onnantól már át tudok lépni a következő pontra, a megbocsátásra. Mert hogy megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Ezt már rengetegszer tapasztaltam, és mindenki, aki képes volt mélyen ott legbelülről megbocsátani, na, annak a programja lezáródott, a könyveimben ilyen történeteket olvashatom. És ha már megbocsátottam, akkor el kéne engednem ezt az egész történetet szeretettel és hálával. Ez jelenti azt, hogy érzelmileg zárom le azt, amit érzelmileg éltem meg. Na most egy nagyon lényeges dolog, hogy a rögzülnek azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust, és ezt Hammer doktor sineknek nevezte. Erről is van egy külön előadás a sinekről. Mert a konfliktus pillanatában minden érzékszervünk a reá tartozó frekvenciasávban rögzíti azt, amit akkor észlel. Tehát külön az orrom az illatot, a fülem a hangokat, az illaton belül az egy molekulát is, ami ott van a levegőben, és aztán, hogyha éppen parlagfű van a levegőben, akkor a parlagfű megjelenésére újra el fogom indítani azt a bizonyos programot, amit hát népiesen takonykornak nevezünk. Szóval a sineknek mi a lényege? Hogy konfliktus nélkül, újabb konfliktus nélkül is elindul az értelmes biológiai külön program, és ez indította el bennem a gondolkodást, olyan értelemben, hogy akkor nem egy újabb nagy becsapódásra van szükség. Elég egy inger küszöb feletti inger ahhoz, hogy a biológiai program újrainduljon, és hát erről van szó a negyedik könyvben, amit október 15-én mutattunk be. Nos, ha ezután konfliktus nélkül is elindul az EBK, az értelmes biológiai külön program, akkor mi a teendő? Lezárni békével a napjainkat. És akkor kérem szépen, meg se tudunk betegedni. Az értelmes biológiai különprogram elnevezése egy nagyon, de nagyon tökéletes megnevezés, mert rá fogunk jönni az ötödik természettörvény során, hogy mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik, és a biológián mindig értem dolgozik, és nem ellenem, csak kérdés, hogy értem vagy nem értem.
hogy mit tesz a biológiám, én értem. Na, ebben segít a germánygyógytudomány ismerete. A germánygyógytudományt nem kell szó szerint megtanulni. Vannak, akik azt hirdetik, hogy ha megtanulod a germánygyógytudományt, meggyógyulsz. Ez hatalmas átverés, kérem szépen. Ha megtanuljuk a germánygyógytudományt, akkor tudományosan tudunk szenvedni tovább. A megoldás itt van. Amikor a félelmet átalakítom, amikor megkeresem a kakiban az aranyat, tessenek megnézni, az újrakezdés új alapokon minden nap egy új lehetőség című előadást, és akkor ebben a részletesebben is tájékozódhat. Tehát ez az értelme, hogy érzelmileg éltem meg valamit, tehát érzelmileg is fogom megoldani, vagy agyalhatok rajta, de nincs megoldva, és dolgozni fognak a sinek. A weblapon felhívom a figyelmet nem csak Hammer doktor mondatára, amit már említettem, hanem arra is, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. És ennek a mondatnak a következménye ugye az, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, na ezért nem gyógyítható a betegség a beteg nélkül, hiszen csak ő tudja elmondani, hogy abban a történetben, amit 100 ember látott, ő személy szerint mit élt meg. A történetet mindenki el tudja mondani, aki látta, de azt nem tudják elmondani, hogy az áldozat, vagy a elkövető, vagy éppenséggel egy szemtanú mit élt meg abban a pillanatban, amikor mondjuk látott egy súlyos balesetet. És ott valakinek, mit tudom én, komoly sérülései lettek. Tehát ez van a gondolkodásunk középpontjában, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ez nem önvédelmi mondat, nem győzöm eleget hangsúlyozni, hanem ez egy nagy-nagy felkiáltó jel, kérem szépen, hogy nem a nagymama fogja megoldani az unokának a konfliktusát. Érthető? Kapom a leveleket, hogy egyik unokának ez a tünete, másik unokának az a tünete, és akkor mi van? Anyukának kellene írni a levelet, nem a nagymamának. A nagymama ameddig aggódik, addig csinál magának egy szép meldaganatot. Megéri? Tessenek elgondolkodni. Szóval az ingyenes webkonferenciára ebben a menüpontban jelentkezett be mindenki, ezért vagyunk már 500-an a teremben, és a képzésrendben fog megjelenni a 2023-as képzésrend, tehát a jövő évben innen lehet tájékozódni, hogy mikor és hol lesz háromnapos alapszintű képzés. A tudástár az egy hatalmas, aranybánya, de rögtön az első oldalon, ahogy belekattintunk a tudástárba, megtaláljuk Hammer doktor eredeti dallamát, a My Studenten méghent a kórus és Hammer doktor éneklésében is, tehát két változatban. Rákattintva letölti mindenki arra a gépre, amin éppen rákattintott, és onnantól csak annyi lenne a feladata, hogy végtelenítve hallgassa, illetve szólaltassa. Nem arról van szó, hogy én 24 órában semmi más nem csinálok, csak hallgatom a dallamot. Nem. Arról van szó, hogy itt a szobában szintén szól a zene. De csak akkor hallom, ha egy kicsit elhalkulok. Tehát nem olyan hangosan szól, hogy zavarja a napi tevékenységemet. Csak a háttérben szól. És aki tudja, hogy az egész világegyetem rezgés, és mindig a magasabb rezgések hatnak az alacsonyabb rezgésekre, az azt is tudja, hogy miért hat a biológiánkra úgy ez a dallam, ahogyan hat. Amúgy a negyedik könyvben éppen megfejtettem, hogy miért tud más tudottam méghen a biológiai szintre hatni, és miért úgy hat, amint hat. Tehát élettani alapjait kerestem meg annak, amit Hammer doktor megfigyelésként közölt velünk a 750 oldalas könyvben. Szóval a germánygyógytudomány menüpontba, ha belépünk, és ott belépünk az ott jelenlevő videókba, ott fogjuk megtalálni, kérem szépen, azokat a videókat, amiket eddig megvágtunk és kitettük, és ígérem, hogy az év végéig még sok videóanyagot kirakok, amik az idén föl lettek véve, csak még nem volt idő velük foglalkozni.
foglalkozni. Most ezzel fogok foglalkozni. Menjünk akkor tovább, és nézzük meg a második természettörvényt, ami leírja számunkra, hogy két szakaszban zajlik le. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis. Ez a helyes magyar fordítása németből a Hammer doktor tudományának. Amint látjuk, a lélek-agyszerv tengely végigkíséri az egész értelmes biológiai programot. Lélek-agyszerv tengelyen indult el a DHS, és lélek-agyszerv tengelyen fog meggyógyulni is, vagyis rendeződni mindaz, amit mi a konfliktus aktív fázisban elindítottunk. Nyilvánvaló, olyan életfolyamatokat indítunk el a konfliktus aktív fázisban, amelyek a túlélésünket szolgálják. Már rögtön a konfliktus pillanatától, amíg biológiai testünk átkapcsol a túlélésre. Ezért ül itt mellettem folyamatosan dr. Budai László Károly, láthatja mindenki, ott van szépen az orvosi táskáján, és figyel, mert tudja most már, hogy legalább úgy tudunk segíteni a betegeken, hogy ne ártsunk. A Neil Noetzerre figyelmeztetés weblapon is rajta van, azt messze menően betartjuk, de a rossz hírem, vagy jó hírem, mindenki döntse el, hogy még senkit nem gyógyítottam meg, de nem is öltem meg. Vagyis a germán gyógytudományban, kérem, a karmesteri pálca az a betegnél van, nem az orvosnál. Annyit tudunk csak elérni, amennyit a beteg hajlandó megcsinálni. Csak ennyit. És azért kellene az öt természettörvényt alapjaiban minimálisan megismerni, hogy ne ijedjünk meg, hogy tudjunk bízni a biológiánkban, hogy képes meggyógyítani önmagát, ha megengedem, ha végre megnyugszom. Tehát megértjük, hogy konfliktus aktív fázisban zakatol az agyam. Hát persze, mert keresem a megoldást. Ezt éjjel is folytatja, ezért nem tudok nyugodtan aludni, és felriadok álmomban. Segít a germán gyógytudományban a csodálatos 24 órás asszisztens, a más studentem még sem. Hát aki megengedi neki, hogy szóljon a sarokba nagyon halkan. Szóval zakatol az agyam, emelkedik a vérnyomásom, a pulzusszámom, a légzésszámom, és ha sokáig bent ülök egy feszült helyzetben, nem tudom magam túltenni rajta, akkor még a stresszhormonok szintje is emelkedni fog. Tehát jó lenne valójában lezárni békével a napjainkat, mert különben szenvedni fogunk, de nagyon a megoldást követő fázisban. Ne feledjük el, hogy ilyenkor a szimpatikus idegrendszer túlsúlya miatt érszűkület lép föl, ugye emelkedik a vérnyomás az érszűkület miatt, és ezért hideg a kezem és hideg a lábam. Na ezért van itt kék színnel jelölve az a konfliktus tömeg, amit én összegyűjtök magamnak a konfliktus aktív fázisban. Jó lenne elgondolkodni rajta, mert ennek a tömegnek a megoldása, amikor megtörténik, itt van a megoldást követő fázisban, konfliktus megoldása KM, a helyre rakás, ami a maga a gyógyulás, és amit ugye betegségnek neveznek, annak a tünetei attól fog függni, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisba, és milyen intenzíven éltem én meg mindazt, amit abban a pillanatban megértem. Arról már nem is beszélek, hogy hány dologra asszociáltam, tehát az én szertágozó gondolkodásom hány megélést jelentett számomra, és ebből adódóan hány programot indítottam el egyetlen egy történetre. De példákat fogunk erre látni a továbbiakban. Szóval megoldás követő fázisban vagyok, és itt is lélek-agyszerv szinten zajlik minden. Honnan tudom? Hát onnan, hogyha a konfliktus aktív fázisban csinálunk egy koponyacirkét, ami a koponyalappal párhuzamos síkban történt, ezt látjuk itten, akkor ide rajzolok egy piros pöttyöt, és akkor ha valaki ugye nem telefonon, hanem mondjuk nagy képernyőn nézi, teszem azt a televízióját arra használja, hogy kivetítse rá az előadást, akkor gyönyörűen látja azokat a körkörös gyűrűket, amelyek a konfliktus aktív fázisban láthatók a koponya CT-n, de csak akkor,
Ha kontrasztanyag nélkül készült és a koponyalappal párhuzamos síkokról beszélünk. Nos, hogy miért jelennek meg ezek a körkörös gyűrűk? A negyedik könyvben erről is szó van, mert sikerült ezt is megfejtenem, szintén élettani ismereteim alapján. Címmel mit tegyek, hogy jó legyek, hogyan találom a megoldást. Szóval akkor a megoldás követő fázisban is lélek-agyszerv tengelyen történik minden, vagyis lelkileg megnyugodtam, megoldódott, megmenekült a gyerekem, nem halt bele a balesetbe, elköltözött a bosszantó szomszéd, találtam új munkahelyet, stb. Megoldódott a konfliktus, vagy feloldották a karantént. És mi lesz utána? Hát jönnek a gyógyulás tünetei, vagyis a gyulladás. Ezt exudatív fázisnak nevezi Hammer doktor, mert exudátum, azaz folyadék, azaz víz gyülemlik össze ott, ahol helyre tesszük a testünket azon a részen, ahol valami változást mi elindítottunk a túlélés érdekében a konfliktus aktív fázisban. Tehát itt lesz a gyulladás. Nagyszerű. És miről szól a gyulladás? Mindenki megélte már, hogy rubor, tumor, calor, dolor, funkció, lézár. Remélem a 507 emberből legalább 350 ezt már tudja kívülről, tehát piros, duzzadt, meleg, fáj, és nem működik rendesen. Na hát akkor futok az orvoshoz, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. De ne felejtjük, nem a doki betegített meg, tehát nem is ő fog meggyógyítani, sőt nem is erre tanították. Őt arra tanították, hogy akkor ilyenkor adjon kemény gyulladást, csökkentőt, fájdalomcsillapítót, stb. És kérdés, hogy mit ad? Mert ha szteroidot ad, akkor itt bemegyek vissza a konfliktus aktív fázisba, és kezdem előről a történetet. És nagyon jó lenne tudni azt, hogy mikor, mit jelentenek a tünetek. A fájdalom nem tart örökké, a gyulladás sem tart örökké, és azért jelenik meg a duzzanat, mert víz gyülemlik be a szövetekben. Na de nem csak a szövetekben, hanem amit látjuk itten, az agyi CT-n a megoldás követő fázisban víz gyülemlik be abba a relébe is, ami éppen érintve volt. És ez félre lehet értelmezni, mint agydaganat, de van már, hogy azt írják le, hogy ödémás gócot találtak az agyban, és nyilvánvaló, hogy ez fejfájással fog járni. A koponyánk nem tágul, mint a hasunk vagy a mellkasunk. No de, miért ilyen magas ez a görbe itten? Hát azért, mert itt fogjuk megélni a legsúlyosabb tüneteket. A legélesebb görcsöket, izomrángásokat, vagy éppenséggel besárgulok, mert becsukódott az odiféle záróizom, vagy éppenséggel megáll a szívem, vagy túlpörög és tüdőemboliát kapok, vagy mélyvénás trombózist, vagy éppen epés krízisem lesz, görcsökkel, hányásokkal, stb. Cifrafosás és a többiek. Kérem szépen, ezek gyógyulás tünetek. Hoppá! Ja, miért szenvedek annyira? Hát mert túl sokat ültem benne a konfliktusba. Nem győzöm kihangsúlyozni, nem újjék el nap a te haragoddal. Ezt az egy dolgot hall. Megoldanánk, nem szenvednénk semmitől se. Akkor is meg fogunk élni konfliktusokat, de ha csak egy napig tart ez a konfliktus aktív fázis, kérem szépen, egyetlen nap, egy, és nem több, akkor mi van? Akkor egy napig fog tartani a megoldást, és onnantól kérem, minden rendben van. Az exudatív fázis és az epileptoid krízis az, ami nagyon komoly tünetekkel bír, de jön még egy harmadik rész, a hegesedési fázis, amikor tehát már jó a hangulatom, jó az étvágyam, de rettenetesen fáradt vagyok. Még mindig meleg a kezem, meleg a lábam, mint az exudatív fázisban, de rettenetesen fáradt vagyok. És van, aki itt akadályozza meg, hogy végleg meggyógyuljon, hogy az biológiája végleg rendbe szedje magát, nem zárja le a birtok féltés konfliktusát, és megmarad a száraz köhögése 20 éven keresztül. Hát ennyi. A második természettörvénynek az értelme és a lényege az, hogy megértsük a tüneteinket, megértsük, hogy két szakaszban zajlik le minden, ha
megengedem, hogy végig menjen a program. Látni fogjuk, hogy a krónikus betegségek pontosan azért történnek meg, mert nem engedjük, hogy a program végigfusson tudatlanságból. Nyilvánvaló, senki sem előre megfontolt szándékkal csinálja, ha csak nem akarja magát lerokkantosítani, és ismeri a germán gyógytudományt. Szóval sok mindenre lehet ezt használni. A harmadik biológiai természet törvény aztán újabb tudományos alapot ad a megértéshez, mert Hammer doktor az embriológiába, azaz a fejlődés, az egyedfejlődésbe lapozott vissza, és ebből fejtette meg, hogy mi is fog történni a két fázis alatt, a konfliktus aktív és megoldás fázis alatt mi történik. Hát vagy sejteket szaporítok, ide teszek egy pluszt, vagy sejteket sorvasztok, vagy a működést fogom blokkolni. Itt látjuk a nyilakat a táblázatban, és nyilvánvaló, hogy a megoldást követő fázisban ennek a fordítottja fog megtörténni, tehát a felesleges sejteket le fogom bontani, ide teszek egy mínuszt, ugye, a hiányzó sejteket vissza fogom építeni, ide teszek egy plusz, és a blokkolást feloldom, tehát ismét rendeződik a vércukorszintem, mozogni fognak a lebénított izmaim, visszatér a szaglásom, a hallásom, a látásom, stb. Vagy éppenséggel az ízérzésem. Ezeket a dolgokat első hallásra az ember azt mondja, hogy na, ilyen nincs. Hát, senkit se akarok meggyőzni, hogy de ilyen van, mert történetek vannak, konkrét történetek, esettörténetek, amelyek erről szólnak, a weblap vendégkönyvéből lehet tájékozódni, vagy éppenséggel az ingyenes webkonferencia menüpontban a visszajelzések, amelyek többnyire a karantén alatt készültek a bejegyzések, na azokból rengeteg dolgot meg lehet tudni. Mi is ez az embriológia vagy egyedfejlődés? Senki meg ne ijedjen, nem kell megtanulnia ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ahhoz, hogy meg se betegedjen, csak le kéne zárni a napokat békével. Ahhoz, hogy meggyógyuljon, csak meg kéne nyugodnia, hiszen mindannyian három csíralemezből alakítottuk ki a biológiai testünket. És a különböző csíralemezekből származó sejteket megfelelő agyi központok irányítják. Itt van külső csíralemez piros, látjuk. Mi lesz belőle? A külső bőröm, elválasztási konfliktus, hol van az idegi központ? Az agykéregben. Nagyszerű. Belső csíralemez itt van sárgával. Mi keletkezik belőle? Na vajon mi keletkezik belőle? Minden, ami a szájüregtől a végbélnyílásig tartó cső, meg hát a járulékos mirigyek, többnyire, most ez nagyon leegyszerűsítve. A falat konfliktussal foglalkozik, hol van a központja? Az agytörzsben. Mi ennek a lényege, ennek a tudásnak? A legfontosabb üzenete, hogy nincsenek áttétek. Biológiai képtelenség, azt elképzelnék, kérem szépen, hogy mit tudom én, a bőrömön kialakult egy melanómás szövet, és az az agyamba áttétet csinál, vagy éppenséggel a vesémbe, vagy a májamba, vagy akár. Minden félelem egy programot indít el, ezt ne feledjük el. Tehát, ha a májammal van baj, az egy külön program. Ha a vesémmel van baj, az egy másik külön megélés. Persze a kettőt lehet együtt is csinálni, mondom, mindjárt mutatom rá példákat. De ne tessenek bedőlni mindenféle tudományosnak nevezett elnevezésbe, hogy ilyen szindróma, meg olyan dolog. Minden tünet mögött meghatározott félelem van, amit meg kell oldani. Nyilvánvaló, hogyha lezárnánk békével a napjainkat, akkor és ez menne át napi szokásba, hát akkor fantasztikus lenne. Ne felejtjük, hogy 1986-ban, mikor Hammer doktor a harmadik és negyedik természettörvényt felfedezi, már nem csak a fia halt meg, hanem a felesége is. 85. április 12-én. Bevonják a működési engedélyét, és ő mégis kutat tovább.
mert tudja, hogy még van felfedezni valója, keresi az összefüggéseket. És senki, de senki nem tudja leállítani, az se, hogy börtönbe zárják, az se, hogy beperelik, végül számüzetésbe menekül, mert folyamatosan újra meg újra börtönbe akarják zárni. Miért? Mert ingyen tanácsot adott a betegnek, hogy mit tegyen azért, hogy meggyógyuljon. Kérem szépen, ilyen világban éltünk már a 80-as, 90-es években, és ez a világ a mai napra még csak rosszabbodott. Szóval jó lenne megismerni, hogy hogyan működünk, hogy ne legyünk kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, vagy nem tudásának, jó szándékának, vagy rossz szándékának. Csak magunknak vagyunk kiszolgáltatva, ez a legtökéletesebb dolog, mert innentől csak annyi dolgom van, hogy néhány alapvető, hát életvezetési tanácsot betartsak. Ennyi az egész. A táblázat, ami itt van mögöttem, és itt látható a fólián, Hammer doktor tudományos táblázata, kérem, hát ez valami szenzációs, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem laikus embereknek íródott. Még az orvosnak is el kell gondolkodnia rajta, hogy az az egy példa, amit behoz Hammer doktor egy táblázatba, hogy az akkor hogyan és miként vonatkozik mindarra, amit állít. Persze, akinek van tapasztalata, több évi hát, tudása a medicinában, a terápiával, a tünettamból, annak a megfejtés nem jelent problémát. Tehát, aki germán gyógytudománnyal akar foglalkozni úgy mélyebben, annak jól fel kell kötnie a felkötni valóját, hiszen azért itt alapvető dolgokat tudni kell. Ezt a táblázatot orvosoknak írt a Hammer doktor, mert tudja, hogy a többi úgyis a fejében van. Ez csak a gondolkodásunkat helyre igazító táblázat. De tudnunk kell néhány alapvető dolgot. Szóval a agyi képet látjuk Hammer doktor színeiben, csíralemezeknek megfelelően, piros, narancs és sárga színekkel. Ezeket a színeket látjuk a táblázatban is, és láthatjuk a konfliktus típusokat. A sárga színnel jelzett oszlopban a falat konfliktusokat fogjuk megtalálni, mert minden, ami az én túlélésemhez szükséges, azt meg kell kapjam, mint egy falatot. Vagyis nem csak táplálékfalatot, ugye tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember. De a biológiai szinten a táplálékon kívül szükségünk van még levegőre, vízre, fényre és hangra. Na, ezek mind falatkonfliktusok. Meg kell kapnom, hogy életben maradjak. És ezért a sárga oszlop csak rólam szól. Itt nincsen még arról szó, hogy valaki jobb vagy balkezes biológiailag. A legsúlyosabb történet, amit el tudunk itt indítani, és erre még többször visszatérek, a magány. Egzisztenciális konfliktus, menekültségi konfliktus, kórház konfliktus, társas magány, stb. Több előadás is van ezzel kapcsolatosan, mert próbáltuk Rékával, hát mondjam úgy, hogy kivesézni ezt a témát, mert ez a magányosság pont, hogy a vesénkre, a vesegyűjtő csatornákra hat, és ez lesz az oka annak, hogy begyűjtöm a vizet. Hogy a hasam teli van vízzel. Örömmel olvastam ma egy levelet, hogy egy anyuka, aki se konzultáció, se tanfolyamon még nem volt, csak a lányától hall a germán gyógytudományról, megnézve ezeket az előadásokat, 12 liter vizet tudott természetes úton kiüríteni a hasából, elmúlt az ascites, vagyis a hasüri folyadék. Kérem szépen, csak érzelmi átalakítás kell hozzá, és a víz kimegy a szervezetünkből. Szóval, ha ezt még konzultáció és tanfolyam nélkül is meg lehet csinálni, akkor én úgy gondolom, hogy ez csak a nagyokos agyunk tudja megakadályozni, hogy megcsináljuk. Amikor úgy gondolom, az felejtős. Majd amikor úgy érzem, akkor már beszélgethetünk megoldásról. A
Hajtörzsi szinten vezéreltek a simaizmok is, és ide tartozik a mély izomzat, és tudjuk, hogy hát a legfőbb szaporító szerv, ugye, a mély, mert ugye a gyerek abba fejlődik ki, és hát ha nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék gyermeket, akkor is felszaporítom a mély izomzatot, és ebből lesz a mióma. Tehát akinek miómás csomó van a méhében, az éppenséggel, annak a lenyomata, hogy nagyon szeretett volna, vagy nagyon nem szeretett volna még egy gyereket, vagy a nagymama éppen egy unokát. A kisagy és az agyvelő, ezek a narancssárga oszlopban irányítják a túlélő programokat. A kisagyi programok így a táblázatnak a mondjuk ugye 40%, felső 40%-ához tartozik. A kisagy által vezérelt túlélő értelmes biológiai tülőprogram, hogy helyesen fogalmazzak, mitvel foglalkozik? Támadási konfliktusokról. De kérem, ez vélt vagy valós támadásról szól. Tessenek megjegyezni, nagyon fontos. A nagy okos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És mindaz, ami mai nap történt, az már nem valóság, az illúzió. És ha nem zárom le, ez fog megbetegíteni. Az egyetlen valóság, hogy én most webkonferenciát tartok, és épp a kisagynál tartok. Ez az egyetlen valóság. Hogy mikor lesz vége az egésznek, az még kérem szépen illúzió. Tehát arra akarom felhívni a figyelmet, hogy úgy betegítjük meg magunkat, hogy észre sem lesz. Átadjuk magunkat a gondolatainknak és a gondolatok által megteremtett érzéseknek, és ez együttesen fogja elindítani bennem azt, ami hát a problémát fogja okozni. Szóval nagyon, de nagyon jó lenne, ha a napjainkat lezárnánk békével, legalább ennyi. Vélt vagy valós támadás. Tehát senki se kell engem megverjen, csak attól félek, hogy ha befordulok az utca sarkon, szétrúgják a fenekem, idézett a betegtől. És akkor hajszál pontosan kiderül a tünetekből, hogy kivel kapcsolatos a konfliktusom. Mert a biológia a világot két részre osztja. Jobb oldalt van az egész világ a jobbkezesek részére, bal oldalt az egész világ a balkezesek részére. Vagyis mindenki, aki nem az anyám, nem a gyerekem, és nyilván nem én vagyok. Tehát ez a partner oldal. A másik oldalon balkezesnek jobb, jobbkezesnek baloldali tüneteket, pontosan az anyagyerek és önmagával kapcsolatos konfliktusok fognak okozni. De, mondom, a biológia hajszálpontos választ ad, tehát lehet össze-vissza tapsikolni a tapsteszt alapján, ha valakinek jobb oldalt van melldaganata, és a konfliktusa nem az anyjával, nem a gyerekével, nem önmagával van, tehát nem önmagáért aggódik, akkor nyilvánvaló, hogy partner oldal és a jobb oldalt van, akkor az illető jobbkezes. És akkor a többit meg lehet a többi előadásból fejteni. Szóval hajszálpontos választ kapunk rá, és a kezűség kérdése tehát a narancssárga és piros oszlopra együttesen érvényes. A bemocskoltság is ide tartozik, ez is vélt vagy valós, mert kérdés, hogy mit sutyorognak a hátam mögött, mit vágtak a képembe, mármint olyan dolgot, amivel bemocskoltak, átvitt értelemben. És az átvitt értelmet a biológiám egy az egybe értelmezi. És ezért lesznek konkrét tüneteink. Gondozási konfliktus pedig az, amikor túlzásba viszik az aggódást, és ez viszont a melleket fogja, a mell tejtermelő mirigyeit fogja érinteni. Az agyvelő, az már itt található, kérem,
Az önleértékelés egyenlő önpusztítás, ezt az egyenletet jó lesz megjegyezni mindenkinek. És az benne a szép, hogy konfliktus aktív fázisban nincs semmi tünetem, csak tünetmentesen sorvasztok. És akkor kiderül, hogy vérszegény vagyok. És amikor elkezdek gyógyulni, és már kialakul a leukémia, akkor kineveznek betegnek, és méregkezelést adnak. Szóval jó lenne értelmesen gondolkodni biológiailag, és akkor nem csinálnánk olyan dolgokat, amelyekkel megakadályozzuk a gyógyulásunkat. Az önleértékelés, önpusztítás, a legtöbb előadás, mármint tematikusan az önleértékelésről van a weblapon, tessenek megnézni. Nyilván azok a szövetek érintettek, ami a külső bőröm, meg hát a belső cső között van, tehát csont, ízület, izom, osztógyűjtő, nyirokerek, nyirokcsomok, kötőszövet, zsírszövet. Ezek a szövetek tartoznak az önleértékelés tematikájába, és mindig sorvasztom, majd visszaépítem. A szívizomnak a haráncsik volt, izomrésze is ide tartozik, mint túlhajszoltság, vagy éppenséggel a mellékvese kéreg sejtje, vagy éppenséggel a hormontermelő petefészek és hereszövetek. Agykéreg, piros szín, piros oszlop, itt találjuk azokat a programokat, amelyek a sejtekre hatnak felül, tehát először bontok, aztán építek az elválasztási birtok és birtokzónán kívüli konfliktusokban, és alatta a táblázatnak az alján találjuk a működés változást, tehát amikor először blokkolom a működést, és megoldásban pedig a működést helyreállítom. További részletek az öt természet törvényről szóló előadásban. A konfliktus típusok gondolkodtak el engem, hogy ezek azért ismétlődnek az embereknél, mert gyakorlatilag viselkedési mintákat követünk. Észre se vesszük, hogy valamire nem tudatosan válaszolunk, hanem csípőből reagálunk. És ha nem bírom elviselni azt, ami van, akkor csípő-ízületi programom lesz. Ha ellenszegülök mindennek, akkor cukorbeteg leszek. Az az én túlélő stratégiám, hogy mindenki legyen hozzám közel, akit nagyon szeretek, idézőjel. És mindenki legyen távol tőlem, akit utálok, ez viszont tényleg így van. Szóval azoknál az embereknél az elválasztási konfliktus fogja okozni a bőrtüneteket, és az absence, vagyis azt, amikor kikapcsol az agyam, amikor egy pillanatra elvesztem a fonalat, és nem tudom, hogy hol hagytam abba. Hosszankodás, erről egy fantasztikus előadás van az. Hosszankodás és rágódás, 12 biológiai következménye, tessenek megnézni, hogy tudunk magunknak epeköveket gyártani, hogy tudjuk a májunkat és az epeútjainkat tönkretenni, illetve ez hat még ugye a gyomor kisgörbületére, lásd gyomorfekély, és nyilvánvaló, hogy még a hasnyálmirigy kivezető csövére is. Az aggódásról már szóltam, a rágódás tehát gyomorprogram. És amikor azt élem meg, hogy folyton beleszólnak a dolgaimba, mindenki irányítani akar engem, mindenki nevelni akar engem, akkor jön, hogy kijelöljem a területem, hogy eddig s ne tovább, és ez lesz a terület kijelölési konfliktus, és ebből lesz a hólyag program. És amikor mindenért magamat hibáztatom, nyilván az az önleértékelés csúcsmodellje, és már megint csak magamra számíthatok, egyedül kell megküzdenem mindenben. Már megint a magányosságot élem meg, és visszatartom a vizet a szervezetembe. Csak hogy vegyük észre a viselkedésünket. Néhány nagyon fontos dolgot hoztam fel, nyilván nem az összes programnak a konfliktusát, de gondolkodjunk már el rajta, hogy amikor valami kellemetlenség ér minket, mi az első gondolat? Mi az első megélésünk? És akkor ebből rá fogunk jönni, hogy nem véletlen, hogy valakinek teszem azt,
Úgymond hólyaghurutja van már 10 éve. Visszatérő hólyaghurutja van. Hát még mindig a területét akarja kijelölni. Stb. A negyedik természettörvény, mint mondtam, szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor a harmadik törvényel, és akkor itt, aki biológiából képzett, vagy éppenséggel egészségügyben dolgozik, most fog a haja az égnek állni, mikor azt mondom, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, azok nem az ellenségeink, hanem éppenséggel a segédeink. Mert a gombák és a gombabaktériumok fogják lebontani a felesleges sejteket az ajtörzs és kisagy által irányított programokban, és a baktériumok és vírusok fogják visszaépíteni a hiányzó sejteket az agyvelő és agykéreg által irányított programokban, amikor sejtekről beszélünk. Nyilvánvaló, hogy a működés gátlásánál és visszaépítésénél nincsenek segédeink, mert az agyi parancsra történik, és agyi parancsra fog megoldódni. Erről egy külön webkonferencia van, a Lyme-kor és a negyedik természettörvény, de nagyon részletesen kitérek ezekre a dolgokra, a Mit tegyek, hogy jó legyek című könyvben, aminek a borítóját az előző fólián éppenséggel láthatunk. Nos, akkor miért leszünk krónikus betegek? Hát egyszerű a dolog, a fel nem oldott konfliktus. A meg nem oldott konfliktus, az kérem szépen megtartja a bénulást, sorbat maradok, valaki még csak 42 kiló vaságyastól, miért? Mert folyamatosan önleértékelésben él minden szinten. Vagy cukorbeteg, mert mindenre ellenszegül, vagy elsorvasztja a csípőízületét és patológiás törést szenved, csak úgy magától eltörik egy csípőízület, akár fekve az ágyban, mert ilyen történetem is volt, mert nem bírta elviselni azt, hogy, és jön a saját megélése. Függő gyógyulással tudjuk rettenetesen tönkretenni magunkat szervi szinten és agyi szinten egyaránt. Miért? Mert a gyógyulás során a fordítottja történik annak, ugye, ami a konfliktus aktív fázisban volt. Tehát ha itt sorvasztottam, akkor itt vissza fogok építeni. De nem csak egyszer, hanem kétszer, háromszor, négyszer. Ha itt építettem, akkor mit fogok csinálni? Akkor sorvasztani fogok, de nem csak egyszer, hanem kétszer, háromszor, négyszer, de lehet, hogy 10 éven keresztül. És akkor elképesztően tönkre tudjuk tenni szöveti szinten magunkat. Na most ezek a szövettani képek a mikroszkóp alatt már nem úgy néznek ki, mint a normál dolgok, és hát nyilván, hogy ezt is rossz indulatú dolognak fogják leírni. Mert nem érti az orvos, hogy miről van szó, mert nem erre tanították az egyetemen. Az egyetemen teljesen másról szól a történet, ne tessenek illúziókat szőni, akinek még ott van a DR a neve előtt, és mondjuk egészségügyben dolgozik, nem jogász, vagy borász, mert van doktorát borász is, szóval akinek DR van a neve előtt, az még csak annyi kellett, hogy nagyon sokat tanul. Azon túl aztán, hogy mit és annak mennyi haszna van, az majd a gyakorlat fogja eldönteni. Mikor túl gyakran kerülünk sínre tehát, mert nincs a konfliktus feloldva, ugye a fel nem oldott konfliktusok táblázatát látjuk, akkor fogjuk tönkretenni leginkább magunkat. És aztán van a policiklikus lefolyás, vagyis ismétlődések sorozata. Látjuk, mindig végigmegy a program, de megint újra meg újra kezdjük. Mert semmit nem tanultam egy meldaganatból, és újra aggódom, vagy újra megélem az elválasztási konfliktust, vagy még mindig veszekszem, vitázom. Még mindig nem másztam ki a pokolba. És akkor csodálkozom, hogy lesz még egy daganatom. Nem azért lesz, mert nem volt jó a kemoterápia, kérem szépen. Nem azért, mert elindítottam újra ugyanazt, amitől már megbetegedtem. És jön a legkönnyebb és legmegnyugtatóbb törvény, mégpedig az 5. természettörvény, 94-ben írja le Hammer doktor, a lényeg megértésének a törvénye.
Mindennek értelme van. Tehát a nyuszi, a róka, a varjú, a giliszta, a béka szervezetében is minden a túlélésért történik. Minden élőlény, minden nap az életben maradásáért és a faj fenntartásáért küzd. A biológiai testünk is ugyanezt teszi. Kérdés, hogy értem vagy nem értem? Hogy mit tesz a biológiám, én értem? Kérdés, megnyugtat-e engem, hogy a tünetek nem megölni akarnak, hanem a gyógyulásomról szólnak? Mert ha megnyugszom, meggyógyulok. Zárójel. Nem mindegy, mennyit voltam a konfliktusban. Nem mindegy, milyen súlyosak a tünetek. Előfordul az esetek körülbelül 10-15%-ában, hogy szükséges az orvosi beavatkozás. Mert olyan komplikációk léptek fel, amit meg kell oldani. Na most akinek nincsen orvosi tudása, mit tud a komplikációkról? Vagy arról, hogy mi jelenthet komplikációt? Ezért kérem szépen, nagyon át kell gondolni mindazt, hogy meddig csücsülünk a konfliktusba. A Hammer doktor téziseit ugye 98-ban, szeptember 11-én elismerik. Végre egyetemi szinten, nem Tübingenbe, ahol a Hammer doktor beadta a téziseit. Ott azt mondták, hogy ezzel ők nem foglalkoznak, habár a bíróság őket erre kötelezte, de hát az egyetem kijelenteti, hogy bocsika, én ezzel nem fogok foglalkozni. Vajon miért? Mert akkor át kellene írni a medicinát. Tehát akit érdekel, az átírott medicina egyetlen könyvben megtalálja, és a lényeg ennek a könyvnek, hogy a gondolkodásokat írja át. Ezért kellene elejétől végig elolvasni. Szóval az orvosi gondolkodáshoz annyit kellene tudni, hogy lélek-agyszerv szinten betegszem meg, és három lehetőség van, mert három csirralemezből származik minden sejtem, vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok. Nincs negyedik történet. A megoldásban pedig ennek a fordítottját fogjuk csinálni. Abban kéne a betegeket segíteni, hogy lezárják békével a napjait, és nyilvánvaló, hogy megfejtsük, hogy mi mindent éltek meg. Mert ugye ismerjük ezt a fóliát Hammer doktor könyvéből, ami arról szól, hogy a nő ágyban találja a férjét egy másik nővel, különféle érzelmeket válthat ki belőle. Tehát Hammer doktor is felhívja már a tudományos táblázatban a figyelmet arra, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Mert ugye, ha szexuális frusztrációs konfliktust élt meg az illető hölgy, vagyis miért azzal a nővel fekszik az ágyban, miért nem velem, hiszen én vagyok a legjobb nő a világon. Így van, hölgyeim, mindenki egyetért ezzel? Na kérem szépen, akkor az érintett szerv a ményak lesz, igen, kérem szépen, a ményak. De csak mikor? Ha nem békülök ki a párommal, még aznap, legkésőbb este. Ha én nem békülök ki, és nem bocsátok meg, és nem tisztázok a körülményeket, akkor nyilvánvaló, hogy sinem maradok, és ahányszor rátom a páromat, vagy ránézek az órára, hogy jó, 3 héttel ezelőtt pont ebben az órában mentem haza, és akkor találtam ott a Jenőt egy másik nővel az ágyba, szóval innentől kezdve ne csodálkozzunk azon, hogy a ményakon egyre nagyobb fekély alakul ki, ennek is megvan a biológiai értelme, lásd nőgyógyászok előadások. Központi önleértékelés, mert teszem azt már, hát egy ilyen fiatal hölgyel én már nem tudom felvenni. Én már kimentem a formámból. És én már nem tudom azt nyújtani neki, mint amit én itt láttam, mikor kinyitottam az ajtót, aztán szépen bezártam, és egy szót se szóltam, csak elhúztam a csipot. Ez a központi önleértékelés a saját megélésemnek megfelelően, ha leírom magamat a személyiségemben, akkor az ágyéki gerincoszlop lesz érintve. Ha leírom magam a nőiségemben, akkor a medencecsont.
ha leírom magamat abban, hogy én a szexualitásban semmit sem érek, akkor a szimfizist, vagyis a szeméremcsont ízületét fogom szétszedni. Tetszenek látni? Ez már háromféle megélés arra, ami csak önleértékelés. Úgyhogy ha megéltem egy félelem-undor konfliktust, mert meg is ijedtem, meg meg is undorodtam attól, amit láttam, akkor a hasnyálmirigynek a glukagon termelő sejtjei lesznek érintve, vagyis ennek a klinikai tünete, hogy az ilyen hölgyet hirtelen elkapja az éhségérzet, és gyorsan valamit be kell kapjak, mert éhen halok. Mert hirtelen zuhan a vércukor szintje, az undorfélelmi konfliktusra, a diabétesről szóló előadásban megértjük a dolgokat. Birtok kijelölés, erről már szóltam, ugye? Futkosok 10-15 percenként a WC-re kijelölni a területem szélét, mert ugye, amikor kinyitottam az ajtót, egy hatalmas ribilliót csaptam, egy igazi olasz film volt, a repülőcsésze ajak, s menekült mindenki, amerre tudott, ajtón, ablakon keresztül, mert miért nem máshova mentetek egy panzióba, miért az én ágynemimet gyűrtétek össze, stb. Stb. Mert ugye azt tudjuk, hogy a fészek, vagyis a ház az a női birtokhoz tartozik. És akkor jön az utolsó megjegyzése Hammer doktornak, hogy ha már amúgy sem szereti a férjét, tehát érzelmileg nem kötődik hozzá, akkor ebből következik, hogy érzelmileg nem érinti meg, sőt, na végre neked is van valakid, akkor nincs konfliktus és nincs betegség. Tehát nincs DHS és nincs EBK, hogy germánosan fogalmazzak. De ez nem azt jelenti, hölgyeim, hogy tartalékba valakit beszerzünk, hogyha mégis ez a dolog megtörténik, akkor legyen hova elfutni. Nem, kérem szépen. Minden láthattuk ebből a Hammer doktor által leírt példából is, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Folytatjuk ezt a gondolatot, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha a szülők frekvenciát váltanak. Kérem szépen, ez, hogy mondjam, tetszik, nem tetszik, ez egyszer elő fog fordulni, vagy volt, akinél már előfordult, és még mindig nem tudta lezárni, és akkor ennyit tud elmondani, hogy ő azóta beteg, amióta a szülei vagy az édesanyja frekvenciát váltott. Miért frekvenciát váltott? Azért, mert halál nem létezik. Ezt november 1-én elmondtam a 5 természettörvényt a november 1-én, külön ebben a szellemben mondtam el. Szóval ez a biológiai test, ez, aki itt ül, ez kimegy a roncstelepre, azt úgy hívják, hogy temető. De én már nem leszek akkor benne. Érthető? Érthető? És a kérdés, hogy én ki vagyok. A 4% biológiai test, vagy a 96% isteni lény, aki mindig volt és mindig lesz, aki meghatározott céllal érkezett erre a bolygóra, ebben a biológiai testben. Kérdés, hogy tudom-e, hogy mi a fenét keresek ezen a bolygón valójában? És valóban azt az utat járom-e, amiért ide érkeztem? Vagy csak a túléléssel és a fajfenntartással foglalkozom nap, mint nap. És azon bosszankodom, hogy nekem valamiből kevesebb jut, mint a másiknak. Úgyhogy jó lenne az alapokat helyre tenni, mégpedig azt, hogy kik vagyunk mi valójában, és ha el tudnánk engedni a szüleinket, a hozzátartozóinkat, a gyerekeinket szeretettel, megköszönve mindazt, amit együtt megtapasztaltunk, pozitív élményt. És ezután csak ezekre a dolgokra emlékezve. És nem a hiányát érezve, hiszen ő nem szűnt meg létezni. Ő még mindig van. Csak a szemünkkel nem látjuk, mert az annyira beszűkült,
hogy csak 400-tól 700 nanométer hullámhosszúságú frekvenciát tud regisztrálni és az agyba hátra küldeni. Szóval elvesztettem a biztonságomat, mert a szülő elment. Igen, mert a szülő volt a megmentőm, és Papa Bank és Mama Hotel, ugye? És mi lesz velem ezután? És ha úgy érzem, hogy a biztonságom sérült, hát akkor szédelegni fogok. Elvesztettem a szeretett hozzátartozómat, ugye? És még mindig veszteség konfliktusról beszélek, és ez tetefészek és heredaganat lesz. Ugye az egy másik kérdés, hogy ezt hogyan élem meg, hogy önleértékelésben vagy nem, de Hammer doktornak is heredaganata lett, amikor elvesztette a fiát, mert a olasz trónörökös, a savoyai herceg Viktor Emmanuel tökrészegen éjjel háromkor két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti Dirk Hammert, aki békésen alszik egy csónakban. Álmában kapja a két halálos lövést. Szóval a kérdés az, hogy a szeretett hozzátartozómat azt miként viszonyulok hozzá? Egyáltalán tudom-e azt, hogy mi az, hogy szeretet? Egy tével itt. Mi az, hogy szeretet? Mert ha tudom azt, hogy az igazi szeretet a feltétel nélküli elfogadás, akkor el tudom fogadni azt, hogy ő frekvenciát váltott. És valójában magamat sajnálom, sajnáltatom, mert szüntelenül szenvedő szegény én. Itt maradtam egyedül. Persze lehetek dühös, szét tudnám tépni azt az orvost, aki eltette lábalon, bocsánat, utólag rájövünk, hogy milyen műhibák hova vezettek, és van itt a hallgatóságban olyan, akinek a családját mind műhibával írtották ki, többen ismerjük már. És mi lesz ennek a következménye? Hát el tudnám mondani, mert sok programot indított, de ha azt élem meg, hogy a dühöm, hogy szét tudnám tépni, akkor nyilvánvaló, hogy a fogény, a fogágy vagy az állkapocs ízület lesz érintett, annak mértékében, hogy milyen erős ez az indulat bennem. Aztán jön a fájdalmas visszaépítés, nyilván a megoldás követő fázisban. Elválasztási konfliktus. Elszakadtam tőle. Miért probléma? Mert ez is a biztonságomat befolyásolja. Mindenki legyen közel hozzám, akiket én nagyon szeretek, emlékezni. Na de ez tud meldaganatot is csinálni, mert ugye az már a tejcsatorna daganat lesz. De tudok börtünetet is csinálni, mert a tejcsatorna nyálkahártyája és a külsőből, a külső csirralemezből származik, tehát elválasztási konfliktusra sorvasztunk, megoldásban visszaépítünk. A sokáig fel nem oldott súlyos elválasztási konfliktus börtünete éppen a pigment hiánya vitiligó lesz, és ez is gyógyítható, ha megoldjuk végre a programot. És akkor jön a nem várt esemény, az abszansz. Ugye Isten ments, hogy ez autóvezetés közben érjen, mert akkor vagy csak feltekeredek egy fára, vagy neki megyek egy ártatlan másik oldalon közlekedő, békésen közlekedő embernek, és kiírtom a családját. Mert egy hatalmas terepjáróval elnyomom a családi autót. Vagy éppenséggel teherautóval. Na de már az az én megélésem, hogy mindenben azt élem meg, hogy én árvamadár vagyok, egy nagy áldozat vagyok, szükségem van a megmentőre, elment a megmentő, tehát elárvultam, és ennek a következménye a víz begyűjtése lesz a szervezetemben. Vesegyűjtő csatorna szindrómáról beszélünk, és ha még vannak egyéb tüneteim, akkor az még fokozottabban fog megjelenni, vagy eljutok egészen a vese elégtelenségig. Nyilván a listát lehetne folytatni, a legdurvább dolgokra hívtam fel a figyelmet.
Engedjünk el szeretettel minden élőlényt, nem csak családtagot, nem csak barátot, hanem cicát, kutyát is. Mert nem egy ember csinált önmagának biológiai programot, amikor a szeretet házi kedvence megbetegedett, vagy frekvenciát váltott. Aha. Ilyen történetekről is tudunk. Aztán van egy olyan, amikor váratlanul megsemmisül, összetört egy fontos tárgyi emlék. Ó, mi ez a tárgyi emlék? Filléres emlékeim, hát ezek a sinek. Mire emlékeztet engem? Hát ugye tök mindegy, de még mindig a múlttal foglalkozom. Nekem kellenek a tárgyi emlékek, mert ragaszkodom a múltamhoz, ami egy illúzió. Rendben van. Megrémültem, míg utána kapkodtam, hogy jaj, eltörik, puf, eltört. Erre a párom beszólt, igazságtalannak tartottam. Sértegetett, biztos azt mondta, hogy lyukas Markó vagy. Vagy cserben hagyva éreztem magamat, elhagyatva, árván, nem sajnál, szüntelenül szenvedő segény én. Tehát megint itt van az ödéma, az igazságtalanságnak ott a következménye a nyakfájás, és a rémületnek ott van a következménye a rekedség. Ez már a megoldásban történik. És ezután, ugye kérdés, hogy ezt abban a pillanatban, a DHS pillanatában megélünk egy csomó mindent. Ez nem elég? Hát ne, ha van tovább. Ezután még folytatom, hogy még dühös vagyok, hogy dacos vagyok. És akkor lesz egy kis EPE programom, vagy a dacosság, az ellenszegülés cukorbetegséget indít el. De szomorú vagyok, mert megint azt élem meg, hogy nem értenek meg, társas magányban vagyok. Begyűjtöm a vizet, és kelepcében érzem magam, megint kaptam egy bizonyítékot arra, hogy rossz flóra tettem, vagy rossz úton járok, vagy legszívesebben mindent ott hagynék, és akkor jön a békjó érzése, és lebénítom a bokámat, a lábamat, vagy lábszárfekét csinálok, kérem szépen, lehet válogatni. Tehát ahelyett, hogy a konfliktus után azt mondanám, hogy stop, nincs tovább, megjelenek a pillanatban, hoppá, ez van, ez már eltörött, hála Istennek nem kell többet port törölni róla, ez már az én megjegyzésem volt, de hát abban a pillanatban még tudnék néhány dolgot mondani, hogy annak is meg kell élni, aki azt a tárgyi emléket előállította, s ha az örökké tart, akkor hogy mit fogja az utol, a következőt eladni, stb. Tehát vannak felmentő gondolatok, de hát nem azzal foglalkozunk, hanem benne ragadunk a programban, sőt, még teszünk hozzá újabbat. Nyilvánvaló, ha mindezt, így ahogy van, este feleslegessé teszem, akkor nem fogok ebből semmi komolyabb dolgot megélni a következő napon, másod-harmadnapon, sőt, megkeresem a kakiban az aranyat, és amit már az előbb erre utaltam, elengedem szeretettel az emléket is, meg a hozzákötődő tárgyat is. Édesanyám legnagyobb traumája az első szerelmének a bennem teljesülése volt, hogyan segíthetek neki, írta valaki nekem levélben. Itt van a válaszom. Sehogy. Na itt jön az, amikor nem tudunk semmit a germán gyógytudományról, csak annyit, hogy fel kell oldani a konfliktust. Kérem szépen. Nagyon komoly dolgok vannak itt, amivel nem árt tisztában lenni, és még erre újra ki fogok térni. Na most mi van, ha birtokvesztésnek élte meg az anyukája ezt az egész történetet? Mi van akkor? Akkor az van, hogy a konfliktus tömeget tudti, hogy több mint 9 hónap, és ha 6 hét múlva megáll a szíve, akkor mit fogunk hozzászólni? A veszteség konfliktusnak élte meg, akkor és megoldja ennyi idő után, itt már azért egy idősebb hölgyről van szó, akkor visszajön a menstruációja 9 hónapig, és ezt félre fogják értelmezni nyilván, félrekezelik, és megnő a petefészke, amit már rögtön petefészekráknak fognak nevezni, és a többi, és a többi. Ha elválasztási konfliktust is megért, ugye, akkor napokig tartó eszméletvesztése lesz az epileptoid krízisben.
Bekerül kórházba, mert eszméletét vesztette. Hívjuk a mentőt. És mi lesz? Segítenek neki frekvenciát váltani. És mi van, ha mind a hármat megélte? Ugye belátjuk, hogy nem fogja túlélni a megoldást. Tehát a javaslatom a My Studenten méhen hallgatása. Nem tudok elegendő felkiáltó jelet ide tenni, hogy My Studenten méhen. Kérem, ott van ingyen a weblapon. Nézzük meg, töltsük le, és szóljon a háttérbe, és segíteni fog. És ha valakit érdekel, hogy ez hogyan segít, vagy miért pont úgy segít, mert azért benne vannak a kérdőjelek, hogy azért egy dallam ilyet nem tud csinálni, hát akkor elolvassa a negyedik könyvben, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak, és biztos van a csapatban az 500 ember közt sok olyan ember, aki már ezen túlment, és ezt úgy hívjuk, hogy diagnózis sok. Ja, erről is van webkonferencia. Megértés? Ja, Istenem, mi lesz velem? Hát nem ez az első kérdésünk, ami felvetődik. Vagyis félek a jövőtől olyan értelemben, hogy valami kivéthetetlen dolog közeledik hozzám nap, mint nap. Non-Hodgkin limfóma. Meg fogok halni. Hát, és akkor nyilván ebből lesz a tüdődaganat, ami tüdőátétnek neveznek. Tehát amikor megcsinálják a diagnózis sokkot, és visszamegy a beteg 2-3 hét múlva, és csinálnak egy röntgent, már mutatják idézőjelbe az áttéteket. Nem áttét, hanem az önmagam halálától való félelem miatt apró sejtes tüdődaganatot indítottam el, vagyis mindkét tüdőm teli lesz szorva kicsi gócokkal. És nyilván, ha ezt úgy élem meg, hogy ezt nem mondhatom el, se a páromnak, se a gyerekeimnek, senkinek, magamban örlődök ettől, ezzel a félelemmel, akkor indítom a vesegyűjtő csatorna szindrómát, vagyis begyűjtöm a vizet a szervezetembe. Kiütötték a biztos talajt a lábam alól. Innentől kezdve most már minden bizonytalan, kiszámíthatatlan. Főleg az az ember, akinek minden perce be van osztva, és borul az egész programja. Minden, amit betervezett az idei évre, a jövő évre és 2030-ig. Nos, de akkor csodálkozni fogunk, hogy szétülni fog. Nem. És jön a következő önleértékelés. Ezt sokféleképpen megélheti mindenki, én egy dolgot írtam, hogy ezt nem hittem volna, hogy ez vele megtörténhet. Tehát leírtam magamat a bányász béka feneke alá. És akkor majd csont áttétről beszélnek, mert ugye a legsúlyosabb önleértékelés az a csontokat éri. De mi lesz vajon a szeretteimmel? Elkezdek aggódni értük, és lesz melldaganatom. És ha eddig a édesanyám betegsége miatt aggódtam és csináltam egy melldaganatot, akkor majd most kezdek aggódni a családomért. Nyilván a gyerek még ugyanoda tesz még egy daganatot, tehát jobbkezesnek baloldalra jön még egy daganat, de ha a párjáért is aggódik, vagy a testvéreért, vagy az apjáért, hát ezek mind partnerek, és akkor a másik oldalra is csinál egy daganatot, jaj, átköltözött oda is csinált áttétet. Persze. És akkor jön az, hogy azt látom, hogy a homokórát felfordították, rövid az idő, gyorsan be kell fejeznem, amiben belekezdtem, és túlhajszolom magamat. Vagy pajzsmérik programot is indítok. És ilyen túlhajszoltság vezetett el egy fiatal, 16 éves lánynak a szív megállásához, amikor megoldotta. Még mindent ki akart magából adni, ami művészileg benne volt, mint festő, és mikor mindent úgy érezte, hogy na most már mindent lerajzoltam, amit szerettem volna, jött a megoldás, és jött az epileptoid krízis, és jött a mentő. Akik ismerték, tudják, hogy kiről beszélek. Az egyetlen valóság az én megélésem, és egy gyakori dolog az alkoholizmus, és
az alkoholizmus vagy az alkoholista az nem beteg. Kérem szépen, az alkoholizmus az egy ötszereplős játék, ami hatalmas manipulációról szól. De mit él meg a családtag? Hát nyilván, hogy anyuka aggódni fog a kedves fiáért, hogy mi lesz vele, ha így folytatja. Hölgyeim, megéri az adenokarcinoma a mellben? Persze bedugjuk a fejünket a homokba, és szeretnék erről tudomást se venni, de mégse tudom magára hagyni. Hát nem tudok tőle elszakadni, főleg ha anya meg fia egy fedél alatt lakik, és akkor ott van az elválasztási konfliktus. Hogy nagyon szeretnék, meg nagyon nem szeretnék elszakadni tőle egyik nap, nagyon szeretném, ha mégis itt lenne másik nap, ha messzebb lenne, mind a kettő ugyanoda, ha tessenek megnyugodni, és akkor jön a börtünet függő gyógyulásban. Súlyosabb esetben melldaganat, az már duktuszkarcinoma. Állandó vitát, veszekedést szül egy alkoholista családtag. És mi lesz a kapcsolat, mi lesz ebből a következmény? Hát egy újabb melldaganat. Mert akkor most már megértettük, hogy a melldaganatot az aggódás, a vita veszekedés és az elválasztási konfliktus tudja elindítani, persze szövettanilag mind más és más, de a hölgy a csomót a mellében megérzi, elmegy szűrőre, megpiszkálják, és onnantól felkerül a futószalagra, ha csak idejében megállt nem parancsol önmagának. Attól félek, hogy baja lesz, mert nem táplálkozik rendesen. Ugye rendes alkoholista, amikor iszik, akkor nem eszik. Körzetemben volt ilyen, pincében feküdt a, tényleg befeküdt a csap alá. Felesége ott hagyta. Ki sem ment érte. Aztán, mikor elfogyott a bor és magához tért, akkor bement. De nyilván, ha aggódik érte az édesanyja, hogy éhen fog halni az én egyszülött fiam, akkor elindítja a MY programot önmagának, és csinál egy szép nagy daganatot a májába. De megérhetjük szégyenként is, hogy van egy alkoholista családban, és emiatt a hátam mögött tudom, hogy kibeszélnek az emberek. És ez a szégyen a hátamon melanomát fog létrehozni, de ha még igazságtalanságként is megélem, akkor a nyakamon is lesz egy melanomás csomó. Tehát minden olyan igazságtalanság, amiben valami hát, mocskos, pejoratív dolog van, az a nyakamon csinál egy melanomát. És akkor jön a még egy lehetőség, persze van még több. Hát egyedül én törődök vele. Hát senki nem segít nekem abban, hogy ellássam. És ez általában egy olyan feleség, egy olyan élettárs, aki ezt az embert tényleg feltételek nélkül szereti. El tudja fogadni, akkor is, ha józan, meg akkor is, ha nem józan. És annyira belemegy a megmentő szerepbe, hogy tönkreteszi az egyetlen szívét, és szív elégtelenségben fog frekvenciát váltani. De megélheti békjóként is ezt az egész helyzetet, ez a sevelet, se nélküled történet, és akkor a lábszárai dagadnak, ugye, mert ugye a békjó konfliktus a lábszárakra hat, és a bokájára, és meg lehet nézni a békjó konfliktusról szóló előadást hozzá kiegészítésként. Mit kellene tennünk a konfliktusok megélése esetén? Hát igen, résen kéne lenni. Résen kéne lenni, hogy lezárjam békével a napjaimat. Résen kéne lenni, mert tudom, hogy az egyetlen valóság az én megélésem, és át kéne alakítani rögtön azokat a dolgokat, amiket én negatív érzelmekkel éltem meg. Remélem ez a kép megmarad mindenkinek, hogy légy résen, és ha megélünk egy konfliktust, ha más nem,
egy légy odarepülve valahova emlékeztetni fog arra, hogy légy résen, és tedd rendbe a programjaidat, ha lehetséges, még aznap. Én ennyit tudok javasolni. Attól félek, na most tessenek kapaszkodni, hogy túl sok konfliktusom van feloldatlanul, és ha ezeket egyszerre oldom fel, akkor belehalok. Hát akkor hozzá se fogjuk, nem? Kérem szépen, ez a félelem, félelem a gyógyulástól, félelem a félelemtől, szóval elképesztően intelligens, okos agyunk van. Mi a megoldás? Hát először is tisztázok ezeket a bizonyos konfliktusokat, és nyilván esettörténetről van szó, amikor valaki azt hitte, hogy ő neki biza birtokvesztése volt. És a kérdés, volt angina pectorisod? Hát kiderült, hogy nem volt. Hát akkor birtokvesztés sem volt. A legsúlyosabb program, tehát ami mindenképpen szívmegállással vagy tüdőemboliával jár, ugye attól függ, melyikre lébe csapódunk, az a birtokvesztés és hölgyeknél szexuális konfliktus, ha jobbkezesről beszélünk. Majd mindjárt ezt is tisztázok. De ennek annyira konkrét tünete van, hogy semmi mással össze nem téveszthető. Tehát ha valakinek mellkasi fájdalma van, de az nem angina pectoris, akkor azt igenis fel kell oldani. Angina pectoris és mellkasi fájdalomról egy külön webkonferenciát, egy differenciál diagnosztikai webkonferenciát írtam, aki érintve van, nézze végig, figyelmesen, sőt, jegyzetelje ki. És akkor kiderült, hogy amikor lenyúlták a panziót, ugye, a karantén alatt csődbe ment volna, ha a panziója megvan. Tehát amikor örültünk annak, hogy jaj, de jó, hogy lenyúlták a birtokomat, és nem is volt semmilyen mellkasi tünetem, akkor nyilvánvaló, hogy az nem birtokvesztés volt, hanem lehet, hogy csupán egy bosszankodás. Na most ugye tudjuk, hogy nem csak az élvezeteket lehet halmozni, hanem a konfliktusokat is, és a konfliktusok halmozásával jutunk el a konstellációkhoz, igen. Nem a csillagok állásáról beszélünk, hanem az agyi térképen a becsapódásoknak a helyeiről, és tudjuk azt, hogy a második becsapódás a birtokzónában, csak a birtokzónában, az első becsapódásnak a konfliktus tömegét megállítja. Na jó, akkor mi jöjjön hozzá a kép, és tisztázzuk akkor, tehát a konstelláció két szem közti agyféltekében, tehát húzok itt egy vonalat, így középen megpróbálom, tehát a két oldalon látjuk, hogy itt is van egy, meg itt is van egy bekarikázott relé. Ez éppenséggel a vesegyűjtő csatorna, ha mind a két vesém lezár, kialakul a veselégtelenség. Vagy itt van a központi vonal, és akkor egyik oldalon is van egy aggódás, és a másik oldalon is egy aggódás, tehát az anyagyerek és partner oldal is érintett, akkor kisagyi konstellációról beszélek. Itt van a fehér állományú térkép, egyik oldalon is, meg a másik oldalon is van egy, micsoda, egy, itt éppen a váll érintett, tehát lelkiismeret furdalásom, és ha mind a kettő megvan, akkor megváltozik a viselkedésem, tehát kialakul a megalomán konstelláció. Szóval ezek a konstellált állapotok ezeken a rajzokon azt jelzik, amelyek ugyanazon az agyi szinten jelentkeznek. Az első képen agytörzs, második kisagy, harmadik agyvelő, és a negyedik az agykéreg. Ezekről a konstellációkról nyilván, hogy mind vannak előadások, de ne feledjük el, hogy a viselkedésváltozás a túlélést szolgálja. Birtokzóna. Azt mondtam, hogy ez egy speciális rész, tehát csak arról az agykérgi
relékről beszélünk, amelyek a fali lebenyben vannak. És mivel itt beszélünk nőies és férfias birtokzónákról, ez azt jelenti, hogy a szexualitás nagyon nagy szerepet tölt be a birtok konfliktusok megélésében. Szerepe van a mérlegszabálynak, a hormonális állapotnak, és természetes, hogy a biológiai kezűségnek is. Na most a birtok konfliktusokról van egy külön előadás, nem akarok további részletekbe belemenni, csupán a megértés véget szerettem volna betenni ezt a fóliát, hogy lássuk, hogy nem olyan egyszerű az, hogy nekiugrok, és akkor elkezdek konfliktusokat oldani. Az említett két konfliktus, ami nagyon, de nagyon hát mondjam úgy, hogy körültekintést igényel, az itt van a birtokvesztés konfliktus, ami ide csapódik be, tessék, ezt most más színnel bejelöltem. Koszorú ereket érinti, és angina pectoris lesz belőle. A másik a szexuális konfliktus és meg nem termékenyítettség konfliktusa, nyilván ez a női birtokzónában van, középen az inszulában, vagyis a szigetben, mármint agyi térképen. A többi birtokzónához tartozó konfliktus, mint rémületfélelem, mint birtokféltés, birtokbosszankodás, identitáskonfliktus és területjelölés, ezek megoldhatók. Oda kell figyelni nyilvánvalóan, hogy a birtokbosszankodás mióta tart, mekkora az a tömeg, amit fel kellene oldani. És amit én csak nagyon jó szívvel tudok ajánlani, hogy ne piszkáljunk bele a birtokzónákba. A hámeri zenét adjuk oda az illetőnek, hallgassa, illetve szólaltassa a háttérben folyamatosan. És hogy miként hat, az nyilván benne van az előadásban, és aki megnézte, az tudja. Na most a viselkedés változástól, az mondjam úgy az egyszerű viselkedés változástól, egész a skizofréniáig, hát több átmeneti forma létezik. Hámer doktor azt mondta, hogy 300 orvosnak tudna témát adni pszichózisokból, ami további kutatást és leírást igényelne. Ilyen a borderline személyiségzavar, ami nyilván annyira átmeneti forma és annyiféle tünettel rendelkezik, hogy ezért nincsen egy konkrét leírása. Ezért nevezik borderline személyiségzavarnak. És elképzelhetjük, ha minden központból van valamilyen konstelláció, akkor ezek fentről lefelé is hatnak. Van külön egy ilyen előadásom, hogy az identitás és önleértékelés kapcsolata. Tessék, itt van az identitás és az önleértékelés kapcsolata. Csináltam egy ilyen előadást is, akit érdekel, nézze meg, hogy hogyan fog ez a dolog működni. Tehát csak a fogalmak tisztázásához. Viselkedésváltozás még csak annyit jelent, hogy idézőjelben normális emberi viselkedéstől eltérő valakinek a viselkedése. A birtokzónában ez úgy jelentkezik, hogy mániás vagy depresszív a magatartása. Itt az önleértékelésnél megjelenik a megalománia. A kisagyi szinten megjelenik a teljes kiégettség, érzelmi kiégettségnek az állapota, míg az agytörzsi szinten a mindkét oldalt van feloldatlan konfliktus, akkor a teljes zavarodottság, tájékozatlanság megjelenni. Ezekről mind webkonferenciák vannak. De amikor skizofréniáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a két agyfélteke már nem ugyanabban az
ütemben gondolkodik, tehát mert ugye rezgése van még a szerveinknek is, és az agyféltekéknek is, és ha itt becsapódik egyik oldalt egy konfliktus, annak a rezgése már nem az lesz, ami volt. Tehát nem lesz szinkronban a két agyféltekének a működése, és a pszichózis pedig azt jelenti, hogy a két góc egyszerre van konfliktus aktív fázisban, és ezért népiesen szólva az illető bekattan. Na, ennyi emlékeztetőt arról, ami a pszichózisokról szól. További finomságokat ebből a könyvből meg lehet érteni, meg lehet tanulni. Gyakorlatilag ez egy szakkönyv azok kezébe, akik hát ilyen témákkal foglalkoznak, vagy éppenséggel humán erőforrás osztályon dolgoznak. Mit kellene tisztázni mindenképpen? A tüneteket. A tüneteket, mert ugye már szóltam, hogy ahány tünet, annyi értelmes biológiai különprogramot indítottam. Azt is tisztázni kéne, hogy a tünetek mikor keletkeztek, és milyen a lefolyásuk. Ebből rögtön ki fog derülni, hogy policiklikus vagy folyamatos, és közben mi történt a pácienssel. Ha a függőgyógyulásról van szó, akkor megoldható. Tehát ha függőgyógyulásról beszélünk, akkor lezárható a program, hiszen csak annyi van, hogy végre lesz egy epileptoid krízis, és befejezte, lezárta. Tehát ott a konfliktus tömeg már régen le van zárva, tehát éppen olyan, mikor leakadt a lemezjátszón, a bakelit lemezjátszón a tű, és ugyanazt a nótát ismétli. De amikor ezt odébb dobjuk, tehát segítünk a megoldásban, onnantól lezáródik. Na most a policiklikus lefolyásnál, ugye itt a policiklikus lefolyás, a kérdés az, hogy milyen hosszú a konfliktus aktív fázis, amikor megérkezik hozzánk a beteg. Mennyi ideig volt benne? És lehetséges, hogy nem ért meg csak egyetlen DHS-t az illető, be is fejezte, de utána minden nyáron sínre kerül. Van az első könyvemben olyan előadás, hogy Balaton allergia. A gyerekeknek csak a Balatonon volt problémájuk, a Velencei tavon nem, csak a Balatonon jöttek elő a tünetei. A függő konfliktus aktivitás, itt van, függő konfliktus aktivitás, ugye itt már azért egyénileg kell mérlegelni, főleg ugye, ha birtok konfliktusokról beszélünk, de más esetben is. Mekkora ez a konfliktus tömeg? És mindenképpen a MyStudenten néhen szóljon birtok, vesztés, konfliktust, laikus, ne próbáljon megoldani. Végzetes kimenetelű megoldásokról tudok beszélni, aki volt tanfolyamon, az hallotta ezeket a történeteket, hogy hogyan és miként váltott frekvenciát az illető pontosan 6 héttel a konfliktus megoldása után. Hallgatjuk a MyStudenten méghent, tudjuk, hogy ennek milyen fantasztikus hatása van, lásd az erről szóló előadást, és onnantól a többit bízzuk szakemberre. Szexuális konfliktusok megoldása, kérem, ez nagy körültekintést igényel. Nagyon nagy körültekintést igényel, mert a szexualitás a legfontosabb program a biológia számára, a fajfenntartás, és ezért ebben éljük meg a legsúlyosabb dolgokat. Ezek fogják a legsúlyosabb viselkedésváltozásokat is okozni nyilván, és nagyon nem mindegy, hogy mikor nyúlunk bele. Jó. Mi a gyógyulás első 3 feltétele? Hát igen, légy őszinte önmagadhoz, és ezért kezdtem a mai webkonferenciát a piramis dalával, hogy őszintén akarok élni. Bocsáss meg önmagadnak, mert csak rajtad áll, hogy ezután mit fogsz tenni. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás, tehát nem csak önmagamnak,
hanem a másik embernek is meg kell bocsátani, hisz nem ő a konfliktusnak az oka, hanem én. Én nem tudtam elfogadni, hogy olyan szemét volt. Én nem tudtam elfogadni, hogy a kölcsönadott pénzt vagy tárgyat nem adta vissza. Én nem tudtam elfogadni, hogy megverte a fiamat, és 3 év után úgy tönkre tettem a nyakamat, hogy csak na. Tehát konkrét történeteink vannak ezekről a dolgokról. De amikor megbocsátok végre, az nem azt jelenti, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Nem. Nem. Nyilván, hogy ezeket a dolgokat részleteiben a 3 napos képzésen fogjuk tisztázni, csak szerettem volna néhány dologra felhívni a figyelmet. Még a legfontosabb dolog, hogy nem a sineket kell kerülgetni. Ez az állatok dolga, ők csak ennyit tudnak. Az ember ennél többre képes megbocsátani, elengedni, elfogadni, sőt hálát adni. Vagyis tisztázzuk a konfliktust, mint ahogy ezt már az előző fóliákon is szóvá tettem, és ha nem vagyok őszinte, akkor nyilván nem fogom tudni tisztázni. Nekem ilyen konfliktusom nincs, igaz, hogy fáj a csípőizületem, de én ilyet soha meg nem értem, hogy nem bírom elviselni. Én nem. Ha? Hello, haver, unalmadban betegíted meg magad? Ha? Hát nem. Hát nem. Szóval itt jön be, hogy a viselkedésünket kellene felülvizsgálni, a szóhasználatunkat, és ezzel már alapszinten be tudok indítani egy biológiai túlélő programot. Aztán jön a konfliktus érzelmi feloldása. Kérem szépen, ezt semmi nem pótolja. Semmi energiagyógyászat, semmilyen biorezonancia, semmilyen homeopátia, semmilyen diéta, és semmilyen tudományosnak nevezett kezelés. Semmi nem fogja érzelmileg helyettem megoldani a konfliktust. A My Studenten néhány sem fogja helyettem megoldani a konfliktust, ezt tessenek megérteni. Ez a missing link, a hiányzó láncszem a gyógyulásomban, én magam vagyok. A dallam dolgozik mindvégig. És ha nem kerülök optikai sínre, akkor dolgozik. De ha nem oldottam fel a konfliktusomat, akkor újra meg újra, amikor sínre kerülök, elindul a program, illetve viselkedésből újra megcsinálom. Szóval a legfontosabb dolog ez lenne. Végre nem reagálnánk, hanem tudatosan döntenénk, meg se betegedni. Mit kell tenni? Hálát adni minden este, mindenért, ami aznap történt elő. És rá fogunk jönni, hogy nincsen jó, és nincsen rossz. Csak tapasztalatok, tanítások vannak folyamatosan. A biológia, tehát a germán gyógytudomány ismerete ad egy biológiai tudatosságot, de a bosszúságot még azzal senki nem fogja feloldani. Alap a megértés, megoldás, megelőzéshez. Ezt ne felejtjük el. Mert rájövünk, hogy nem függenek azoktól a dolgoktól a betegségek, amire hivatkozik az akadémikus orvoslás, viszont függenek az érzelmi megrázkódtatások számától, a konfliktus aktív szakasz hosszától, és hogyha még halmozom a konfliktusokat, akkor viselkedés változásokhoz is fogunk jutni. Az alapokat ebből a könyvből, mármint ahogy hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni című könyvből megismerhetjük. Vagyis a fel nem oldott érzelmi konfliktusok feltárásával, megoldásával fogjuk megoldani még a pszichózisokat is. Tessenek a vendégkönyvben megnézni, hogy pszichotikus tünetekkel bíró emberek is meggyógyultak, amikor lezárták a konfliktusaikat. Nyilván, ha a beteg hajlandó a konfliktusaival foglalkozni, akkor lehet rajta segíteni. Ha nem hajlandó vele foglalkozni, tudjuk, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható.
Szeretném tisztázni, hogy két tudományról beszélünk. A tudomány az, ami reprodukálható. Értjük? Reprodukálható. Ugyanúgy történik a bolygón minden emberi szervezettel. A germán gyógytudományban nem kell hinni, csupán megérteni kéne, hogy ami bennem történik, az a túlélésemről szól, és meg kellene nyugodnom. Ez volna a lényeg. Tehát nem kell statisztika, nem kell állatkísérlet, stb. Embriológia öt természettörvényre épül, de betegként még az embriológiát se kell tudjam ahhoz, hogy meggyógyul. Mi lenne, ha nem így lenne? Ha nem így lenne? Hát akkor Rike Gerd Hammer tanítanák az egyetemen, mint egy újabb ötletet arra, hogy mit lehetne tenni azért, hogy meggyógyuljon. Tehát nem úgy járt volna ez a tudós ember, ahogyan járt. Ahogyan én már erre utaltam, hogy nevét bemocskolják, börtönbe zárják, kényszerpszichiátriai kezelésre akarják befogni, csak nem jött össze, és a többi, és a többi. Ha mindez nem lenne igaz, akkor én ezt most itt nem csinálnám. Akkor ott ülnék a rendelőbe, és szépen írnám a recepteket, mint 28 éven keresztül. És egy nagyon lényeges felkiáltója. Nem merjük megkérdőjelezni mindazt, amit tudományosnak neveznek. Akkor maradunk a tudatlanságban. Én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét.